Ti hogy vagy? Nagyon jól vagyok, tudod, csak... megteszem, amit kell. Az mit jelent? Ne haragudj, apa. Nem tudnánk ebédelni, dumálni, menne azért, nem? Kérlek. Azt hiszed, hogy kézben tudod tartani? Tudom, mit miért csinálok, de ettől nem leszek más. Te úgy égsz miattam, mintha én... mintha valami csodalény lettem volna, akit te alkottál. És nem tetszik, aki vagyok. Igen, és ki vagy, Nick? Ez vagyok, apa, én ilyen vagyok. Ez nem te vagy, ez nem te vagy, Nick. Te mit csinálsz, mi? Neked muszáj, hogy mindent kontrollálj. Engedd, hadd vegyek ki egy szobát, ne, egy hotelban pár estére. Ne, apa. Nem akartam, hogy ez legyen. A fiam nem jött haza. Nicholas Sheff. S-H-E-F-F. Nincs ilyen nevű beteg. Előfordul, hogy ránézek a saját fiamra, akiről azt hittem jól ismerem, és azt sem tudom kicsoda. Azt hittem jóban vagyunk, hogy a többségnél közelebb állunk egymáshoz. Miért? Sokkal jobb volt, mint addig bármi, úgyhogy folytattam. Ezek nem mi vagyunk, mi nem így élünk. A fiam kódorog valahol, és nem tudom, mit csinál, nem tudom, hogy segítsek. Nem tudsz. Nem úgy érzem, hogy beteg vagyok. Ez nem valami rák, mert ezt én csináltam, pontosan én. Elbuktam. Nekem egyedül nem megy. Megoldás kell, ami betölti a nagy, sötét űrt bennem. Itt a családom is. Azt akarom, hogy büszkék legyenek. Ami benned van, azt újra megtalálod. Újra a tiéd lesz. Tudod, mennyire szeretlek? Jobban szeretlek mindennél. Mindennél. Mindennél.